Az új évad repertoárjában ismét a korábbi évadok sikeres műfajai, például musical, vígjáték és operett szerepel majd. Az évadot viszont egy tragédiával, a Hamlettel nyitjuk, mondta a Gárdonyi Géza Színház sajtótájékoztatóján Blaskó Balázs igazgató. A Hamlet mellett láthatják a nézők többek között a Lili Bárónőt és a Legyetek jók, ha tudtok című előadást. Az évad mottója Színház a színházban. Gondolok itt szerepjátszásra, gondolok itt olyan környezetváltásra, új környezet teremtésére, olyan fajta színpadhoz kötődő, vagy teátrálisnak mondható látványvilágra és alkotható környezetre, alakítható környezetre, amely az emberi magatartás, a személyiség jegyek és a környezet kapcsolatában új minőséget tud létrehozni. A GG Táncegér a következő évadban 5. alkalommal szervezi meg a Stúdió Színházi Táncfesztivált. Ezen kívül 2 bemutatóval készülnek. Az Anna Karenina táncjátékot a Miskolci Balettel együtt adják elő. Ugyanazok a koncepciók, tehát a célkitűzés ugyanaz Miskolcon és Egerben is, hogy olyan fajta magas művészeti alkotást hozzunk létre, ami mégis érthető, és mindenki megkapja azt a nyelvet, és olyan fajta minőség, olyan minőségi táncot kap, ami olyan minőségi mozdulatokat, és akár kortárs előadást, ami abszolút érthető, és fogyasztható a közönség számára. A Kamaszok című előadásban újra Grecsó Zoltán koreográfussal fognak együtt dolgozni. A gyerekdarabokat ismét a Babszem Jankó Gyermekszínháza közösen adja elő a Gárdonyi Géza Színház. Habis László polgármester úgy fogalmazott, az önkormányzat továbbra is támogatja a színházat, és örömmel látja, hogy a teátrum más társulatokkal is sikeresen működik együtt, és egyre több városban, határon innen és túl vendégszerepel a társulat.